Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... A szóvivője Rónai Sándor, de nem csak szóvivő, hanem helyi képviselője is. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Dunakesziről az út. Tömegközlekedéssel jöttem, kivételesen jól működött. Ilyenkor korán még viszonylag pontosak a vonatok, és sikerült időben beérni. 40 évvel ezelőtt ezen alapon választották Pál Károly Voltillát, aki második János Pál néven 27 évig töltötte be ezt a tisztséget. Mit tud egy második János Pál Páról? Hát ugye a lengyel egyházfő, gyakorlatilag amikor gyerekkoromban születésemtől fogva ő volt a pápa. Azt gondolom, hogy ő egy korát meghaladó és meglehetősen modern gondolkodású pápa volt, legalábbis közvetlen utódjához képest mindenféle képpen. Azt gondolom, hogy például Ferenc pápa az ő örökségét viszi tovább, és azt mondom, hogy ez egy jó irány. Tudja, milyen magyar vonatkozásai vannak második János Pál Pálnak? Milyen? Az ő ideje alatt történt meg például a magyar-vatikáni szerződés, ami mind a mai napig érvényben van. Értem. János Pál pápa fogadta Kádár Jánost, amiről a hírek nem számoltak be. János Pál pápa kiárta Kádár Jánosnak, hogy az 56-os utolsó bebörtönzőket is egyházi tagokat is szabadon bocsássanak. Mit fog tenni a DK, hogyan fog emlékezni 23-án? Csatlakozunk, illetve részt veszünk a 23-ai közös megemlékezésen, tüntetésen, ami ugye egy, ha jól értem... Nem szabad az, hogy megemlékezés? Miért tüntetni kell egy ilyen emléknapon? Október 23-a egy nagyon fontos dátum a demokratikus koalíció szempontjából, hiszen minden év október 23-án két dolgot is teszünk. Egyrészt megemlékezünk 56-ról, másrészt pedig megünnepeljük a demokratikus koalíció születésnapját. Azt gondolom, hogy idén ugye egyrészt szerveződik is egy tüntetés, másrészt erre szükség is van. Hogy előbb Barabás Ihárd elmondta, egyrészt fontos dolog, hogy megemlékezzünk, hogy mit tettek elődeink, de mit sem ér a megemlékezés akkor, hogyha nem tanulunk az ő példájukból, hiszen 56 hősei, ők szabadságszerető, szabadságot kivívni akaró emberek voltak, és azt gondolom, hogy ma Magyarországon erre a példára van szükség, hiszen nap mint nap látjuk azt, most az utóbbi napokban valami egészen őrült rohamban, hogy a Fidesz milyen megszorításokat csinál, gyakorlatilag idefele jöhet reggel azt láttam, hogy hajléktalan emberek vászonszacsokkal a vállukon, kezükben, hátukon szaladgálnak a városban, mert hogy üldözöttek lettek a saját országukban. Lakásuk már régen nincs, a megélhetésük borzasztó állapotban van. Mit tesz az ön pártja, hogy ezek az emberek ne szaladgáljanak, hogy ezek az emberek másképp éljék meg mindennapjaikat, hisz az önök pártja a magyar parlamentnek a tagja? Azért ne tegyünk úgy, mint hogyha ez az elsőrangú kötelessége az ellenzéknek lenne. Ez a magyar kormány... A magyar parlamentnek a feladat. A magyar kormány, ami a magyar parlamentben kétharmada van a Fidesznek, ez a kormány gyakorlatilag egy Orbán csomagot, egy megszorító intézkedés csomagot vezet be. Látjuk ezt... Nem lehet, hogy aggódásból mondják azt, hogy ne maradjanak az utcán, hisz megfagyhatnak. Nem lehet az, hogy újabb menekült éjszakai menedékhelyeket nyitottak. Nem lehet az, hogy a főváros minden kerületének gondoskodnia kell a saját homeless-eiről? Talán amit utolsónak említett, az egy megoldás lehetne. De sajnos ez nem történik meg.
Vegyük figyelembe, hogy ez a kormány ezreket, tízezreket lakoltatott ki csak ebben az évben, 2018-ban, anélkül, hogy a lakhatásukat biztosította volna. Úgy tett utcára idős, beteg, gyermeküket nevelő embereket, hogy nem biztosította azoknak az ellátását, azoknak a lakhatását. Ez a kormány nem csak, hogy a hajléktalanokat üldözi, hanem magyarok tízezreit teszi hajléktalanná. Ez azt gondolom, hogy nem vezet oda, hogy megoldják a hajléktalan kérdést Magyarországon. Gyakorlatilag hajléktalanokat gyárt ez a kormány. Az Orbán kormány megszorít, gyakorlatilag az utóbbi napokban más se lehet hallani, csak folyamatosan tandíjat növelnek, magánegyetemek kialakítják az ország. Tegnap elkezdték a parlamentben tárgyalni a lakástakarékossági akciót, aminek az egyik képviselő szerint a nyertesei a bankok, de nem a gyűjtők. Ez nem a népről való gondoskodás? Én nem gondolom, hogy a népről való gondoskodás lenne, hogy a lakástakarék pénztárakhoz járó 30%-os állami támogatást egy tolvonással megvonják. A fiatalok tízezrei, és ide sorolom magamat is, annak köszönhetjük, hogy lakáshoz jutottak. A szüleik gondoskodtak. Nem a szüleik, hanem hogy megteremtették azt a lehetőséget, hogy az állam 30%-os támogatást adott a lakástakarék pénztárra. Ez egy öngondoskodás, amit az állam kiegészített egy 30%-os állami támogatással. Ezt a Fidesz egy tolvonással elveszi. Ezt lehetett felújításra fordítani, ezt lehetett új lakásvásárlásra, lakásbővítésre. Na, szavaznak, erről még nem biztos, hogy megszavazzák. Én szinte biztos vagyok benne, hogy megszavazzák. Még egyszer mondom, ez az Orbán kormány megszorító intézkedésének egy következő része, de azt gondolom, hogy ezt már nyugodtan lehet Orbán csomagnak nevezni, hiszen államosi, vagyis hát magánegyetemek kialakítják az egyetemeket, elveszik az állami támogatást a lakástakarék pénztárakból, hajléktalanná tesznek embereket, és közben üldözik azokat, akik sajnos már eleve hajléktalanok voltak. Mi ez, ha nem megszólítás? Mindig nem válaszolt arra, hogy mit tesz a DK, hogy ez másképp legyen. Készül a választásokra, készül az Európai Uniós választásokra. A demokratikus koalíció mindent megtesz a hajléktalanok ügyében is. Ott van az otthonápolók ügye. De meg lehet nézni, részeredményt már elért a parlamentben Varjú László, a Költségvetési Bizottság elnöke. Itt volt nálunk is az összes ragasztó címkéjével. Így igaz, de ott is az látszik, nem sajnos nem volt teljesen eredményes, ez egy részeredmény, amit sikerült elérni, és hozzáteszem, hogy a Fidesz a legocsmányabb politikai húzást tette meg, megossza az otthonápolók közönségét, hiszen ez egy olyan közösség, amelyik összetart és láthatóan nagyon egységesen kiállt egy közös cél, egy jó ügy érdekében, hogy mindenki megkapja ezt az egyszeri 50 000 forintos emelést, amivel ugye rendezné a viszonylag az anyagi helyzetüket, de mellett ők azt is kérték, hogy fogadják el foglalkoztatási jogviszonynak az otthonápolást, de ezt a kormány nem tette meg, ráadásul differenciáltan adta oda az 50 000 forintos emelést, tehát ezáltal egy ilyen ellentétet alakított. Nem 50, mert 28-ról a 100, az nem 50. Azért kérdezze meg azt is, aki nem kapta meg a 100-at. Mert hogy a 100-at azok kapták meg, akik a gyereküket ápolják otthon, azok, akik az idős, tehát felnőtt korú gyereküket, esetleg a szüleiket ápolják otthon, azok ezt az összeget nem kapták meg. Ez azért egy nagyon fontos különbség. Ebben én egészen biztos vagyok. Értem. Mi várható a héten a DK-tól a parlamentben? 5 napon keresztül, hétfőtől számítva természetesen, gőzerővel dolgozik a parlament, képviselőjük Brüsszelbe utazik, ahol a Libe bizottság előtt a romák ügye is van. Egyik parlamenti képviselőjük megy oda, mindjárt mondom, tegnap volt a vendégünk, doktor, az otthonneve Imre. László Imre. László Imre volt igazgató főorvos, nem is kell, akkor keresgessem. Mit fognak önök ott elővezetni? Akkor kezdem azzal, hogy mit csinálunk itthon a parlamentben. Azt gondolom, hogy a mai parlamenti napnak arról kell szóljon, hogy nagyon határozottan kiállunk, hogy a
lakástakarékpénztár állami támogatását ne szüntesse meg a kormány. Erről ma fognak tárgyalni. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos ügy, és biztos vagyok benne, hogy a frakciónk tagjai ezért nagyon határozottan ki fognak állni, hiszen még egyszer mondom, már több mint 500 000 magyar ember, aktív korú ember elment ebből az országból. Én azt gondolom, hogy a tegnapi hír kapcsán újabbak kezdtek el csomagolni, és indultak el külföldre, hiszen a fiataloknak itt láthatóan a kormány nem szeretne megélhetést biztosítani. Emellett pedig igen, Brüsszelben, az Európai Unióban a magyar kisebbség ügye mellett fogunk kiállni, hiszen azt látjuk, hogy a kormány ő érdekükben sem tesz meg mindent, pedig hát szükség lenne a felzárkóztatásra és az integrációra egyaránt. Ön úgy érzi, hogy nem tesz meg érdekükben semmit? Ezt érzem, igen. Azt gondolom, hogy sokkal másabb, jelentéktelenebb és öncélúbb dologra költ a magyar kormány, mint akár a kisebbség helyzete, de elmondhatnánk újra az egészségügy vagy az oktatás ügyét, amik sokkal fontosabbak lennének annál, mint hogy a letelepedési kötvény bizniszben vegyenek részt. A Népszava szerint a lakástakarék élt 21 évet. Ön szerint a mai döntés végleges nyert lesz, hogy vége ennek? Én azt látom, nekem elég sok ismerősöm dolgozik ilyen helyen, akik ilyesmi szolgáltatásokat nyújtanak, lakástakarék, lakáshitel, és hát mindegyikőjük, akikkel beszéltem tegnap, arról számolt be, hogy óriási fejetlenség van a cégüknél, tényleg megrohamozták az emberek, hogy még utoljára kössenek ilyen lakástakarék pénztárakat, és hát egyelőre kilátástalan a helyzet. Hogyha annyit beszéltek volna az ilyen megszorító intézkedéseikről, mint mondjuk a menekültekről az elmúlt egy évben, akkor valószínűleg nem érte volna a magyar társadalmat ez ilyen váratlanul, de hogy nem, arról elfelejtenek beszámolni a Magyar Idők, meg a Hír TV, meg az Eko TV oldalain és fórumain. Nem szidjuk a többi médiásokat. Pedig médiának nyugodtan lehet, mert nap mint nap telehazudják az emberek arcát éppen az ő adóforintjaiból. Én el vagyok foglalva nap 24 órában a heti tévével, és azért vagyok felelős. Mit szól a bajorországi választások eredményéhez? Bajorországban sem érvényesült Orbán Viktor politikája, mint hogy a skandináv-svéd választáson sem Orbán Viktor tematikája szerint alakultak a dolgok, úgy Bajorországban sem. Természetesen erről tegnap olvastam egy meglehetősen vicces cikket, talán az Origó számolt be róla. Hát valahogy próbálják megmagyarázni, hogy hogyan veszített az Orbán-féle politika Nyugat-Európában. Íme, hölgyeim és uraim, egy DK-s képviselő, egy DK-s szóvivő, aki az Origót olvassa. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rád. A nézőknek még a híradó előtt elmondom, további vendégeink lesznek ma. Itt volt már Bajkai úr, itt volt Barabás úr, most Trónai úr, majd következik Gyarmati István nagykövet, majd itt lesz Závesz Szibor a kutató, itt lesz Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, és természetesen Kósa Lajos tárca nélküli miniszter is itt lesz. Most a mindentől független híradót tudják, még az időjárástól is, ugyan a függetlenségnek ára van. Mi még nem pénzt kérünk, hanem azt kérünk, hogy szeressenek minket és keltsék jó hírünket, és most nézzék a reggeli híradónkat. Tartsanak velünk, aztán jövünk vissza.